Hello mindenki, látszódok, ez pedig itt az Assassin's Creed Syndicate 51. része. Előző részben, mint eddig bármikor, ismét Delip Singh emlékekkel mentünk tovább, utolsó Maharaja küldetések. Nem tudom mennyi van még belőle, talán a felénél már túl vagyunk, ha jól emlékszem 10 küldetés van még, van belőle összesen. És most jön a Homokember című küldetés. A Brit Indiai Társaság célkeresztjébe került, asszaszinok megpróbálnak rájönni, ki akarja elhallgattatni Delip Singh-et. Ám legyen. Az biztos, hogy Jacob szét akarja verni a bázisukat, Ivy nem helyesli, de Delipnek meg tetszik az ötlet. I spoke with Mr. Green, and we have discovered the location of the British Indies secret headquarters. You are to meet him, and he will give you the details. There is a foundry nearby where the Templars and BIC members have been meeting on a regular basis. Mr. Green waits for you there. But we still don't understand why they tried to frame you. We don't, but Mr. Green seemed to think that they're using the factory to develop something. It's a good place to start digging. Good luck. Okay, köszi. Természetesen a folyó túloldalán van, mert hol máshol lenne. Az nem tudom micsoda ott. Ez egy animus töredék volt, úgy nézem. Arra talán el tudok menni. Jaj. Nem, mégsem tudok. Jó, akkor paci le erre. Nem pont így, de... Oké. Hoppá, sorry. Erre föl. Erre át. Már lassan ott is vagyok. Hiába nem akartam vizes lenni, de... Muszáj volt úszni. Ah, pont erre jön a hajóm. Igen, Jacob, pont ezt terveztem. Bele a vízbe, telibe. Jó. Oda föl. Mondom föl. Oké. Okay. De miért a falat söpröd? Jó, you lássuk. You found the British Indies Company hideout? They've taken over an abandoned foundry. It's heavily fortified and word has it, they're shipping something precious overseas. My gut tells me that something precious is something bad. My thoughts exactly. Go find out what they're protecting and destroy it. Maybe you'll discover why they're after Mr. Singh. So this is where they've been keeping that sleeping gas. They can't leave London. Használják altatógázt. Köszi. Én nem fogom eltalálni, az a baj. Három, kettő, egy. They're shipping this to India? No. What do they want this for? War? I must destroy them. Oda föl, remélem nem vesznek észre. Jó. Az itt belül van, nagyon remélem. Nagyon jó. Vagy ablak esetleg valahol nyitva.
Nem? Nem vagytok ennyire kegyesek? Nem szerettek szellőztetni? Jutni. Na, közelebb jössz, nem? Őket most sikerült? Aha. Odaig nem tudok ellőni. Kicsit lehanyatlott. Gyújtsuk be ezt. Hoppá! Kicsit elkapott. Oké, az is megvan. És még három van. Ah, nem pont így terveztem. Megint elkapott. Ó, te hogy kerültél ide? Most már mindegy. Közelebb. Úgy. És ott van valahol a másik. A másik oldalon persze.
Ah, természetesen úgy, hogy ne tudjam szétlőni fentről. Nagyon jó. Oké, elpusztítottam. Őt kéne elkapnom most, igaz? Yes. Go fetch the manager. Találjuk meg a küldencet. Milyen gyár ez, te atya úristen? Nem jó. Túl hamar akartam követni. Jaj. Követem, figyelem. Inkább tető hadműveletbe megyek át. Nagyon jó. Sir, the bomb shipments, they've been destroyed. Is that Ellsworth? I'd better get a closer look. Ah, destroyed. How? There's someone in the vicinity. A spy. One of those rocks, I wager. It must be those damned renegades Singer's friends with. Who knew one caged bird could cause so much trouble? You're caught, Ellsworth. Give up. I knew you had something to do with this. Seize him. De viszont nekem el kéne kapnom őt. He got away. I must tell Singer this news immediately. El kéne menekülnöm a környékről. Na, őt szépen lekéseltük. Oké. Már csak ezek ketten maradtak. Már csak egy. Zero. Jó, meneküljünk el. Ez már nem az a terület. Ez az. What did you find out? Who's behind all of this? You are not gonna like what I have to tell you, Your Highness. Brinley Ellsworth is behind the attacks. Ellsworth? He was gone before I had a chance to follow him. But we need to track him down and put an end to this before anything worse happens. I need some time to think on this. Okay. Jó, ezt értékeljük ötösre, mert tetszett. Elkábítottam mindenkit. Kisebb fennakadás után ismét itt vagyunk. Véget ért a küldetés.
csak valamiért bebagolt az egész a vonaton. Lényegtelen, Dalip Singh emlék következő része, végső leszámolás. Az elkeseredett és dühös Dalip elindul, hogy megkeresse Brindley Ellsworth-ot. Ám legyen. His Highness seems to have caught a mild case of madness this morning. You were right when you said that this was our chance. I was. I propose we make a commotion. Lure out the Templar-controlled British Indies Company. And do what? Put yourself in the line of fire? I need to send Ellsworth a message. This won't be over until we can draw him out. This is something I must do. I will make a scene, and then you need to rough them up a little. Well, that shouldn't be a problem. Okay. Dalip felvette a kesztyűt. I've heard you Templars are a bunch of pansies. Here we go. Okay. Mr. Fry, good to see you again, sir. Please spare me! I need you to send a message to Ellsworth. I'll do anything! Tell him to meet me at Lambeth Cemetery tonight, and tell him to come alone. I must be dreaming. Someone's been killed! Someone! Show you that. Someone's been killed! Hi, meet me tonight at Lambeth Cemetery. He'll never come alone, even if I ask him to. If I have to come over there, you'll be sorry! Well, you could get away, did you? Me, boy. God's sake, stop running! Break him into pieces! Okay. Kövessük a Maharadzsát. Hova lett? Ó, beszéljünk Evie-vel. Először vásárolunk. Mert semmi dobókésünk nincs, ahogy jól gondoltam. És lássuk, mi lesz még a feladatunk. Vagy most már kapásból a temetőbe megyünk? Ki tudja. Ez temető? Nem, ez csak egy köztér, nem mindegy. Beszéljünk Evie-vel. That caused quite a commotion. He's gone mad. Greeny was right. He isn't mad, Jacob. He's trying to take action. To do the right thing. Oh, never mind. I'll take it from here. Fine by me. I could use a good pint right about now. Megint csak a pia. Ne szólaljon meg a riasztás. Oh, I was expecting Jacob, but I'm glad it's you who have come. He thinks you've gone mad. I probably have. What's your plan? I've asked Brindley to meet me here alone. In turn. Úristen. Borzalmasan sokan vannak. Húsz embert kell megölnöm. Egyet sikerült.
3. Ezt gyorsan le kéne vágnom. Az, hogy a tömegekre galván bombát kellene használni valamikor. Oké. Gyorsan átslisszolok. Oké. Szabotáljuk. És akkor most kellene a galván bomba. Mert azok ott hárman vannak. Jó. Úgyis ritkán használom a galván bombákat. Úristen, még arra is vannak. De most már csak 8 darab. Ivi nem akar eltűnni. Miért? Oké, most jó. Ellövöm én a sapidat. Úgy nem szólalt meg a riasztó. Nagyon jó. És már csak az a három van, ha minden igaz. Hú, de ott is van. Egy riasztó csengő. Na, most már aztán elég volt belőled. Jó. Ámen. Kövessük Dalipot. Mára van? Itt jön. Oké. Mára mész? Beszéljünk vele. Jó. That'll certainly help quite a bit, thank you.
He's here. And must talk to him. Don't be absurd. This is dangerous. Miss Fry, this is something I must do, and I must do it alone. Remain hidden. I cannot afford to have him see you. You can't escape me forever, Your Highness. Come out and face me. I told you to meet me here alone. I'm not as silly as I once was, Sid. I wouldn't dare come to this meeting place alone. What with your recently acquired friends. I am alone, Elspeth. Franz! I knew you were lying, Sing. Ez nem jó. Nem volt jó. I told you to meet me here alone. Not as silly as I once was, Sing. I wouldn't dare come to this meeting place alone. Jó. Not with your recently acquired friends. I am alone, Elspeth. It doesn't have to be like this. Nem akarok olyan magasra menni, hello. You are nothing more than a trophy. A stag's head above a mantelpiece. You've caused enough commotion as it is. It's time to put an end to this. If you kill me now, you will be a wanted man. Imagine the uprising when they find out the only son of Ranjit Singh has been murdered. You think that... Nem jó. A francba pont erre nézett. I knew you were lying, Sing. És nem elég, hogy egyet lőtt bele, de hanem kettőt. Megvan a sorrend. Innen kell kezdeni. Igen. Őt így. Can't just walk this earth like a free man. You are nothing more than a trophy. Muszáj voltam utána nézni, egyszerűen nem tudtam már, hogyan kell megcsinálni. És kiderült, hogy ez az utolsó része a küldetéseknek. Szóval ez a legutolsó. Amit meg kell tennünk Delippel. És vége a Last Maharaja küldetéseknek. Okay. Elspeth, listen. I've had enough of this. Meglövöm a kezét. Okay. Oh, hello. Mi történt ott a kocsival? No, you mustn't. Megvagy. He will kill you. This is what I was sent here for. Be done with it, girl. I shall never forfeit my own mission. I will not allow it. Hmm? The Loggins, the company, they all wanted your silence. Whether you spare me or end me, you won't escape the fate they have planned for you. It seems you have learnt nothing of India, of its people. But killing you? That is something I cannot do. It would make me no better than the cursed, oppressive company you work for. Yeah. You will die as you were raised, Sing. You'll never be more than a trophy of war. We will bury you in English soil. Hát jó. You have done me much good. I am heavily indebted to you both. We are happy to help. I fear that I cannot continue handling things in this manner. The assassin way is not my way. As helpful as you have been, this empire, this land, my people. The problem is so much bigger than death. I know I must devote my life to this cause, to put India, my home, back onto the map, return it to its people. It's a long and grueling journey, but it is something I must do, even if it takes me to my own death. We understand, Your Highness. But if you do change your mind,
You know where to find us. That I do. Thank you, assassins. Hopefully we never shall meet again. Kedves. Jó. Ez egy ötös, jó. Kész. És akkor megvannak az összes... Ó, obszidián kukri. Le kell szállnom a vonatról. Merre van a peron? Vagy pont most indulunk? Nem tudom. Mindenesetre váltsunk át Jacobra. Pont most áll meg a vonat. Ja. Szóval, kelléktár, fegyverek. És megkaptuk az obszidián kukrit, ami nem sokkal jobb, ami most van. Mert mondjuk, ha fejlesztem... Aha! Sokkal jobb lesz. Sötét és halálos, akár egy éjszaka Londonban. Felettébb érdekes. Jó. És akkor most itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Ó, van még itt egy préselt virágok, Harry Green. Összeszedtem az összes préselt virágot? Ezt még gyorsan megnézem, mert erre kíváncsi vagyok. Beszéljünk csak vele gyorsan. Na, van valami? Semmi? Feszület, zsebóra, vörös rózsa. A három templomos kulcsfigurára utaló jelkép, akiket a londoni kerületekből távolítottunk el. Oké. Okay. Nem, Harry nem mond nekünk semmit. Szóval, a következő részben a legsötétebb óra. A legsötétebb óra, most már talán megjegyeztem. Igen, a legsötétebb óra nevű első világháborús küldetés következik, amiben nem Jacobbal és Evie-vel leszünk, hanem egy teljesen más főszereplőnk lesz, elvileg. Szóval a következő részben ott találkozunk. Remélem várjátok. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót. Sziasztok! Thank you.